külpolitikai podcastja Balogh Rolanddal. Ha kedd, akkor megszokhatták, hogy jön a Reptér, a Magyar Hang külpolitikai háttérműsora. Balogh Roland vagyok, mai vendégem Hangácsi István, a Méltányosság Politika Elemző Központ elemzője, a témánk pedig nem lesz más, mint a szlovákiai választások eredménye, illetve ennek hatásai. István, üdvözlöm a műsorban! Üdvözlöm a podcast hallgatóit, és köszönöm szépen a meghívást. Ugye összeállítottunk egy tematikát, kezdjük magával az eredménnyel. Ugye talán akik mondjuk hozzászokhattak ahhoz, hogy egyre inkább szűkül a politikai tér mondjuk Magyarországon is, mondjuk két pártrendszer felé, vagy hát két erőtér felé megy a dolog. Szlovákiában teljesen más a helyzet, mert ugye az előrejelzések olyat is előrevetítettek, hogy akár 10 párt is bekerülhetett volna a szlovák parlamentbe. Most a választási eredmények után a 150 fős pozsonyi törvényhozásba végül 7 párt került be, és itt a eredmények kapcsán a legérdekesebb dolog az ugye az első exit pólok és a végleges eredmény közötti különbség, mert aki ugye követte, először azért, hogy a Progresszív Szlovákia nyert, majd pedig mikor elkezdtek jönni az eredmények, akkor kiderült, hogy a Robert Fico vezette Smer, akit sokan megjósoltak győztesnek, végül behúzta a győzelmet. Na most hogy áll ez a dolog, hogy lehet így gyakorlatilag 5% különbség az exit poll és a végleges eredmények között? Még mielőtt megválaszolnám ezt a kérdést, azért fontos mondani egy kicsit egy lépésről hátrébről szemlélni a dolgot, és elmondani talán azt, hogy miért is van ennyi párt, miért is nyithat be ennyi párt Szlovákiában a parlamentben, a nemzeti tanácsban, hogy ezt ott hívják. Ugyanis alapvetően egy arányos választási rendszer van Szlovákiában, ahol van egy pártlista, és azon belül 4 jelöltet lehet karikázni, az egész ország pedig egy nagy választókerület. Tehát igazából, hogyha nem karikázunk senkit, személyeket a listán, hanem csak bedobjuk az adott pártra adott voksunkat, akkor az első 4 kapja meg automatikusan a preferencia szavazatunkat, ha pedig karikázunk, akkor esélyt adhatunk arra, hogy akár a 150. helyről, mert hogy 150 főt lehet maximálítani, hiszen 150 fős a szlovák parlament, tehát 150. helyről is valaki felkarikázhatja magát a befutó helyekre. Idén körülbelül 161-2000 voks kellett ahhoz, hogy valamelyik párt bejusson a törvényhozásba. Előtte körülbelül egy ilyen 140-150 ezer körül mozgott az a bejutási küszöb. És hát, hogy hogyan is alakulhatott ekkora eltérés, a prognózisok és a valóság között. Egy részből 2 exit poll készült, egyikén nagyjából egy 15 ezer fős mintán kérdezték meg a frissen leszavazókat, a másikon nagyjából egy 20 ezer fős mintán. Mindkettőt olyan ügynökségek csinálták, amik azért rendszeresen csinálnak exit pollokat, és már az előző választáson is egy kicsit mellé nyúltak. Tehát nem biztos, hogy módosítottak a módszertanon, hogy hogyan számolgatták, vagy hogyan közelítették meg, milyen lokációkat térképeztek fel, milyen korcsoportokat. Ez egy probléma lehetett. A másik az, hogy valószínűleg inkább a városban lakók lettek kicsit felülreprezentálva, mint sem a vidékiek, és azt kell látni az eredményeken, hogy a Smer, tehát Ficoék taroltak vidéken, a városokban, és a város alatt ez alatt főleg Pozsonyt és Kassát értem, hogy a két legnagyobb város, főváros és a második legnagyobb város, illetve körülbelül 3-4 járásban tudott nyerni a Progresszív Szlovákia, és aztán ugye volt 1-2-3 olyan járás, ahol egy-egy párt tudott nyerni, de általában a Smer az mindig ott volt a második, legrosszabb esetben harmadik helyen. Tehát ott azért azt érdemes látni, hogy valószínűleg ott az arányok tehát a lokációs arányoknál lehetett valami probléma, illetve azért a választók hajlandósága is egy kicsit problémás lehet. Tehát nem biztos, hogy akik azt merre szavaztak, hogy akartak például az exit pollban szerepelni, hanem inkább mondjuk a Progresszív Szlovákiának a választói lettek felülreprezentálva a válaszadásnál. És ami nagyon fontos, hogy nagyjából 25% a
a választásokra jogosultaknak utolsó pillanatban döntött el, tehát a bizonytalanok 25%-ot tettek ki, utolsó pillanatban fognak szavazni és dönteni, úgyhogy ez azért valószínűleg erősen befolyásolta azt, hogy azt merre tették le a voksukat, és hogy már meg lehet kérdezni, hogy miért a Smert választották, hiszen 3 évvel ezelőtt pont a Smer került, hogy akkor a társadalmi politikai botrányba, ami végül a bukását eredményezte, vagy pontosabban nem is 3, hanem kicsivel több. És már lassan 5, igen. Igen, 5 éve volt az, de ugye 3 évvel ezelőtt volt az előző választás. De alapvetően, ami szerintem nagyon fontos volt a választóknak, az, hogy stabil kormány legyen az ország élete. Egy olyan kormány, ami egy olyan pártok hozzanak létre egy kormányt, ami gyakorlatilag évente megbukik, mert nem tudnak együttműködni, mert nem találják a közös hangot, mert egymást kannibalizálják szépen szólva, hanem olyan, amelyik tudja jó, hogy mi az irány, tudja jó, hogy mik a prioritások, ha önmagára nézve, vagy a választókra nézve, nyilván ez azért vitatható, de alapvetően vannak szilárd prioritásai, van egy szilárd iránya is, a koalíciós társakkal meg tud egyezni, tehát lehetnek mindenféle konfliktusok, de az kifele ne úgy jöjjön ki, mint a nem tudom, én macskaegér játék állandóan, hogy ki most kinek nem tetszik, mi hogyan nem tetszik, mindig megy a lamentálás, illetve a különböző konspirálás a másik háta mögött, hogyan fúrjuk meg ennek a tervezetét. És ami nagyon fontos, és amit az előző kormányok nem tudtak jól menedzselni, az pedig a társadalmi hangulat kezelése. Tehát Fico gyakorlatilag dominálta az egész választási kampányt, amit ő témákat hozott, az 0-24 pörgött. Tehát ha legyen az, ha nyilván mi adott volt most a magyar-szlovák határon az illegális bevándorlási probléma, de hát azon felül is azért ugye az orosz-ukrán háború, ugye az Ukrajnával való viszony, az EU-val való mond vállalt vagy nem vállalt, vagy későbbi esetleges konfliktusok, tehát Fico nagyon dominált, és nagyon sokat dolgozott ezen, és ez nem csak a választási kampányra vonatkozik, hanem ő miután 2020-ban bukott, ő onnantól kezdve kampányolt. 3 éven keresztül egészen aktívan. Tehát azt gondolom, ez egy meglehetősen erős üzenet lehet akár a magyarországi ellenzéknek is, hogy nem akkor kell csak kampányolni, amikor kampányidőszak van, hanem ezt hamarabb el kell kezdeni. Tehát terepmunka volt benne, és nem csak ő csinálta ezt, hanem a két régi visszatérő, a KDH, tehát a kereszténydemokrata mozgalom, illetve a Szlovák Nemzeti Párt is. Igen, róluk még ejtünk szót, és arról is fogunk ugye a Magyar Pártra Szövetségről, róluk is beszélünk még az etnikai politizálásról, de ugye gyorsan még itt az eredmények kapcsán érdemes megjegyezni azt, hogy gyakorlatilag a szövetség végül, szövetségnek nem sikerült bejutnia a törvényhozásba, ugye a rangsorban végül a 9. helyen végeztek 4,3%-kal. Ugye ez egyrészt Budapestnek is, meg a felvidéki magyarságnak ez mennyire kudarc, vagy ez most mit eredményez? Látjuk itt az elmúlt évek tendenciáját, magyar etnikai politizálás kapcsán. Ez kudarc, vagy mit mutat a jövőre nézve? Igazából 2 párt végzett kudarcosan, egyik volt a szövetség, a másik meg a republika, ezt csak így margóra megjelzim, ők voltak azok a szélsőségesek, akik ugye ki akarták vinni az országot az EU-ból, a NATO-ból, Oroszország felé egy barátibb álláspontot felvenni, nagyon erősen kritizálták az Egyesült Államokat, az Európai Uniót, meg az egész orosz-ukrán konfliktust, kicsit az orosz oldalon szurkoltak ezzel, nyíltan, kevésbé nyíltan, változó módon, na és őket is ezek az exit pollok parlamentben érték. Tehát ők aztán végül is 4,7-et kaptak. Igen, ők lettek a 8-ok egyébként a szövetség igen. előtt. Igen, és gyakorlatilag az ő szavazóik azt hívta fel a Smer. Tehát itt az én azt gondolom, hogy kicsit játszott az effektus, ami Nyugat-Európában szokott érvényesülni, mikor például a németeknél, vagy a franciáknál, vagy az osztrákoknál a szélsőséges euroszkeptikus, vagy ilyen nagyon kritikus populista, ahogy szokták ezeket általában nevezni, kicsit felületesen pártokra, hogy majd így növekednek Le Pen meg az AfD, így erősödnek, úgy erősödnek, és már esetleg kormánytényezők is lennek, és amikor oda kerül, hogy választás van, akkor nem úgy szerepelnek, mert hogy talán az utolsó pillanatban inkább mégiscsak a mainstream, a standardabb pártok felé próbálnak tendálni a választók, inkább meggondolják, hogy jó, addig én kicsit így kipöfeszkedtem magamat, hogy na, jó, előzőre talán őket
gondoltam esetleg esélyesnek, de azért, hogyha oda kerül a sor, hogy kormányozni kell, nem biztos, hogy ezzel a párttal túl sokan szeretnének kormányozni, és inkább egy standardabb pártra szavazok, aki hasonló húrokat penged, de talán mégsem annyira durván, talán mégis úgy, hogy róla el tudom hinni, hogy egy stabil kormányt tud vezetni, vagy egy stabil kormány részese tud lenni, esetleg már kormányzott korábban, ugye Robert Fico gyakorlatilag 5-ször nyert, 4-szer alakít, ha 4-szer alakíthat kormányt, hogyha ez összejön. És akkor... Hát igen, még annyi csak, hogy igen, vagy hogyha a szélsőséges például nézzük, az FPÖ-t kormányra kerül, akkor vagy kicsit moderálja magát, vagy utána mondjuk például pontosan, megbukik valami botrányba, igen. És akkor a szövetségre igen. Visszatérve, hogy ugye ezt feszegetik már többen, hogy a magyar kormány ugye az utóbbi hónapokban, tehát az választás előtt egy-két hónappal azért eléggé segített a Smernek és Ficóéknak, tehát hogy a magyar közmédiában olyan, illetve kormánypárti médiában olyan cikkek, tudósítások jelentek meg, amelyek barátian kezelték a Smert, holott azért évekkel korábban az első Robert Fico vezette kormányban azért itt volt elég komoly magyar ellenesség ennek a közösségnek, vagy ennek a politikai pártnak, hogy így mondjam. De mégis most volt egy ilyen éles váltás, ahogy szokták ezt mondani. Ez egy pragmatizmusra vonatkozik, amúgy az Orbán kormány részéről, erről már beszéltünk később. Igen. De azért ezt nem gondolnám, hogy most a magyar származású, szlováki magyar származású választók most emiatt tömegesen szavaztak volna át Ficóra. Tehát nem azért, mert nézték az MTV-t, és például ott szimpatikusnak tűnt Fico, hanem amúgy is szimpatikusnak tűnhetett, hiszen a magyar lakta vidékeken és a második, vagy a harmadik legrosszabb esetben helyen végzett a Smer, vagy a Hlasz. Tehát ők váltogatták egymást, nem a PS-re szavaztak. Volt olyan rész, csak a PS is azért, ott a progresszív szlovák is ott volt, de alapvetően az emberek jobban elhitték, hogy Fico képes kormányozni, jobban elhitték azt, hogy képes stabilitást adni az országnak, mint az, hogy a szövetség, ha bejut, akkor valaminek a része legyen. Tehát nem hitték el azt, hogy a szövetség bejuthat. Uh-huh. Ugye itt a másik kérdés az, hogy ugye, hogyha néztük a magyarok lakta, tehát ahol a magyarok dominálnak azokon a területeken, nem volt akkora, ha jól tudom, az aktivitás, tehát a szavazási kedv sem. Ez mindig alacsonyabb, tehát északon, tehát a szlovákok lakta része mindig magasabb az aktivitás a választási való részére, mint a déli vidékeken. Ez már nagyon hosszú idő óta ez a trend. Ahogy az is hosszú idő óta a trend, hogy az MKP most szövetség, de hát mégiscsak az MKP is magra épül, elért egy 130 ezeres szavazati mennyiséget, ami mondjuk ugye az elmúlt 10 évben a legjobb eredményük volt országos választáson, tehát most a regionálisokat azokat hagyjuk, mert a régióban nagyon erősek, azt alá kell írni, az rendben van, de országosan azért, ha nagy beruházásokról van szó, ha valamit a közösségért kell kiállni, és ugye prezentálni országos szinte azt a média figyelmet, azt a, úgymond, azt a körforgásba benne lenni, abban nem tudtak már, nem tudtak be ez 10 éve, és gyakorlatilag ez azért rányomja a bélyeget, miért szavazzunk egy olyan pártra, aki igazából 10 éve nincs ott. Tehát, hogy nyilván a kemény maga azt próbálta, vitte, de azért az utolsó pillanatban azt gondolom, a szlováki magyarok között is biztos, hogy voltak bizonytalanok, ők inkább elmentek a biztos győztesek felé. Hiszen vagyok meg őszintén azért, a választáson azért mégiscsak, és mondjam, ha leadsz egy szavazatot egy pártra, azért szeretsz a győztes mellett voksolni, nem? Tehát ez egy ilyen önerősítő, egy önigazoló hatás, hogy miért szavaz, aki egy vesztesekre. Nyilván, aki nagyon meggyőződés, az így is úgy is rá fog szavazni olyan pártra, aki lehet, hogy róla tudja, hogy nem fog bejutni, de az ő hitvallása, megítélése, személyes hozzáállása ezt vezeti. Azt gondolom, hogy a szövetségnek ez volt az egyik legnagyobb problémája, hogy a Smer jobban ki tudta használni ezt a migrációs témát, dacára annak, hogy ez pont a magyar lakta vidékeken ment. Tehát például Robert Fico lement a határra, Medvénél, ahol van, Vámosszabadi Medve, ha jól emlékszem, ott is volt, meg Ipolsán, de lehet, hogy keverem a kettőt, és ott volt, és mutatta, hát itt egy darab rendőrautó sincs, és ott esetleg mehetnek migránsok, meg egyébek, ezért próbálta ezt úgy eladni, és dacárának, hogy nő nem nagyon kampányolt magyar nyelven. Tehát próbálta ezt azért úgy eladni, hogy azért a magyar választók, szlováki magyar választók is érezhessék, érthessék, hogy na már most itt azért ők is valamilyen szempontból itt vannak, az Smer figyelmében vannak, még ha nem is szólítják meg őket közvetlenül. Ha egy picit azt nézzük, mielőtt rátérnénk itt a
koalíciós lehetőségekre, ami most formálódik. Ugye hétfőn beszélgettünk, remélem kedre nem lesz koalíció. Nem lesz, két hetet mondott Fico, hogy két hetet adjanak nekik. Akkor még mázlink van, szóval, hogy mielőtt rátérünk a koalíciós lehetőségekre, tehát érdemes megjegyezni itt pont az, hogy ugye Robert Fico egy régi motoros, gyakorlatilag 15 éve, 20 éve első vonalban ott van Szlovákiában, és ugye az elmúlt években, aki Szlovákiát nézte, meg mondjuk a szlovák mentalitás, de egyébként mondjuk ez Csehországban is kicsit igaz, hogy itt azért a kispártok, a hirtelen jött pártok tudtak sikereket elérni, mondjuk Magyarországgal szemben, ahol gyakorlatilag azért ritka a nagy áttörés, tehát mondjuk például az Olano, amelyik mondjuk egyébként most hatalmasat zuhant, tehát a Mátovicsék irdatlan mennyiségű szavazatot, vagy hát mandátumot is vesztettek, szóval itt mindig volt egy ilyen hirtelen jövő felindulás, ami nyerhetett és előretörhetett, és ez a kis pártosodás. Viszont ugye Fico gyakorlatilag egy ilyen, amit az előbb beszéltünk, egyfajta ilyen biztonságot, vagy egy ilyen stabilitást mutat föl. Na most itt a kis pártok hirtelen jött népszerűség és a stabilitás között akkor úgy tűnik, hogy Szlovákiában is inkább ez a Ficóféle stabilitás sugalmazása nyert? Vagy ez továbbra is vetélkedni fog, ez a mentalitás? Ez abszolút benne van a pakliban, hogy hosszabb távon vetélkedős, ugyanis azért azt látni kell, tehát hogy a magyarországi hallgatók is értsék, hogy alapvetően van egy jelentős különbség ugye a magyarországi választási rendszer, a politikai logika működés a szlovákiai között, így mondtam, hogy egy arányos választási rendszer van, tehát még hogyha nagyon, nagyon valaki nem szimpatikus, egy jelentősebb választói rétegnek, egy másiknak pedig szimpatikus, simán bejuthat a parlamentbe, egy 5% körül, 5-6% körül eredményt simán elérhet, tehát ebbe azért megvan a lehetőség. Amit érdemes megérteni az, hogy Szlovákiában azért nagyon kevés értelmezés született, hogy mégis hogy működik ez a szlovák politikai rendszer. Miért van az, hogy Robert Fico annak ellenére, hogy megbukott és olyan társadalmi felhördülés volt, hogy soha nem látta, gyakorlatilag 89-es mértékkel mentek, tehát 1989-es rendszerváltás mértékével egyenlő módon mentek ki az utcára a szlovákok tüntetni és megemlékezni a tragikus újságíró gyilkosság áldozataira, és több napos tüntetések voltak, ennek ellenére mégis vissza tudott jönni 3 évvel utána. Igazából a szlovák szcénás nem nagyon születtek ezek a mély értelmezések, ami azt gondolom, hogy nagy hiba. Tehát olyan értelmezések születnek, hogy egyik oldalon állnak a normálisok, és akkor itt minden, aki nem Fico, vagy nem Mecsar, vagy nem a szélsőségesek, és a másik oldalon állnak ezek a szélsőséges, és az országot elrabló, meg maffia kormányzati módszerekkel irányítani akaró és kizsákmányoló erők állnak, és így ennyi. Tehát, hogy ez egy borzasztó leegyszerűsítő, nagyon hasonló, mint hogy Magyarországon azért elég sok értelmezés született az Orbán rendszerű, de azért itt is volt olyan, hogy hát van gyakorlatilag a demokratikus és a liberalizmus megtestesítő ellenzék, és van a diktatúrát képviselő Fidesz, ilyen nagyon, tehát körülbelül ez így lehetne leegyszerűsíteni, hogy párhuzamot vonni, ami szintén nem igaz, mert ugye azért ezt látni kell, hogy az ellenzék tett arról, hogy Magyarországon, hogy oda került ahova, meg úgy sikertelen, ahogy sikertelen, ahogy Szlovákiában is tette arról például Igor Matovic, hogy ő volt az egyedül, aki le tudta győzni Ficot 25%-ot szerzett 3 évvel ezelőtt. Most pedig a választói elmentek a progresszív Szlovákiához, meg a kereszténydemokrata mozgalomhoz, és gyakorlatilag az ilyen értelmezések abszolút mellőzik a külpolitikai nézőpontot, a különböző szereplők közötti interakciókat, a vezető személyiségeket, akár a történelmi háttereket is, azokat a trendeket, amik ott, ugye Szlovákiában szokták mondani viccesen, hát milyen történelmről beszélünk egy 30 éves ország, egy 30 éves országnak is vannak trendjei. Tehát az, hogy egy nagyon, van egy, mindig akad egy akkora választói tömeg, és itt most nagyjából 1 millió szavazóról beszélünk, aki a Smert és a Hlaszt választotta, mert azért tudni kell, hogy a Hlasz, ugye a Smernek a spin-off projektje szépen szólva, tehát ők azért 20 éven keresztül Pellegrini és Robert Fico együtt dolgoztak egy pártban. Tehát mindig van egy olyan választói réteg, aki szereti, vagy mondjuk preferálja ezt az erős vezetőt, preferálja ezt a nagyon atyáskodó paternalista hozzáállást, a
kormány részéről, hogy megmondja, hogy erre kell menni, ez az út, és tudja jó, és stabila, és sugározza a stabilitás és magabiztosságot, amit például egy három, vagy inkább négy, vagy öt párti koalíciós kormány nagyon nehezen tud. Tehát általában a három párti koalíciós azért egy jóval stabilabb, mint egy négy-öt, nem csak a számok miatt, hanem általában itt már az ideológiai különbségek is azok. És ami még nagyon érdekes lehet így szlovák-magyar összehasonlítás a politikai szempontból, hogy tehát Szlovákiában igenis nagyon könnyedén az elmúlt évek alapján be tudnak jutni nulláról pártok. Hogyha van egy megfelelő marketinget, hogyha megtalálod pont azt az időszakot, vagy azt a társadalmi milliót, aki számára érdekes, tehát hogyha megvan egy megfelelő ismertséged, ugye ez volt Boris Kollár, aki hát meglehetősen sok hölgy szívét hurította el, így vagy úgy, és ugye ő az, akiről azt mondják, hogy lassan már minden ország részben lesz egy gyermeke, vagy van egy gyermeke, mert hogy azért sok házassága volt, és sok válása is volt. És ugye korábban 3 évvel ezelőtt mennyire gyorsan be tudtak kerülni, meg az előtt is azért voltak olyan pártok, amelyek ugye azóta feldíszben előtt ANO, párt volt ilyen, akik nagyon gyorsan be tudtak kerülni, és aztán a következő választással kiestek, mert hogy nulla regionális beállítottság volt, nulla struktúrájuk volt, igazából csak a parlamentnek éltek, a parlamenti, illetve az ezzel kapcsolatos ugye médiában próbáltak meg elhelyezkedni, és most az látszik, hogy olyan pártok tértek vissza, amelyeknek azért van egy regionális beállítottságuk, például akár a megyei képviseletben, a járási képviseletben történelmileg ott vannak, ez például a Keresztény Demokrata Mozgalom és a Szlovák Nemzeti Párt, és ugye Magyarországon pedig nagyon sok ideig tart egy pártot felépíteni. Szlovákiában ennél gyorsabban zajlik, de gyorsabban is felkaphat az állat. Azért Magyarországon, vagy őszintén azért mindig vannak olyan pártok, hogy az NMP, vagy a Párbeszéd Magyarországért, így vagy úgy, akik azért ugye annak idején milyen nagy ovációval, vagy legalábbis magukról ezt próbálták azért bemutatni, hogy már ők hoznak valami újat, új szint, és nem sikerült nekik, de nem is kaptak ki azonnal, hanem még itt vannak valamilyen tényezők, kisebb-nagyobb módon, akár helyben, akár országosan is, mert van képviseletük, de azért még itt vannak. Viszont hosszabb távon sokkal többet kell befektetni abban, hogy egy párt megmaradjon. És gyakorlatilag így tudnám jellemezni, hogy ami Szlovákiában ugye maga választási rendszert egy olyan irányba terül, hogy az eredményben mindenképp egy koalíció jöjjön létre. Tehát egyszer volt egy párti kormányzás, 12 és 16 között, ugye a Fico vezette, egy párti Smer vezette az egész kormányt, és akkor sem írta át ugye a különböző törvényeket, és nem alakította saját képére a rendszert. Gyakorlatilag előtte-utána koalíciós kormányok voltak. 3-4, de akár több pártiak is. Na hát akkor itt megérkeztünk a koalíció kérdéséhez, hogyha gyakorlatilag végignézünk, és egy kicsit úgy követi a szlovák közéletet, illetve hát a pártokat, akkor ugye gyakorlatilag a Smer mellett a spin-off projekt ház, és ugye a Szlovák Nemzeti Párt az, amelyiknek a hármas koalícióját vetítik. Tehát, ha jól nézem, ugye a Smernek 42 mandátuma lesz, a Lásznak 27, plusz még 10 SNS, az 79, és ugye 76 kell a kormányzás, tehát a három pártnak ugye 79 lenne. Ez meg igen, említik. Na most itt kérdés, ez mennyire egy reális koalíció, és itt két dolog. Egyrészt, hogy Ficóék mennyire állnak szóba a nemzeti párttal, ami mondjuk ugye például Jászlóta alatt sem volt egy túl, hát hogy is mondjam, finomkodó. Másrészt pedig ugye a Pellegriniék gyakorlatilag kiváltak a Smerből, most hogy tudnak újra összeállni azokkal, akiktől ugye kiváltak egyrészt. Másrészt pedig ugye van egy olyan halvány előrejelzés, hogy mondjuk az SNS helyett a KDH, tehát a keresztény demokratákkal próbálkoznának. Na most az, hogy jön össze a Smer meg a KDH például? Na, hogy néz ki ez a nagy kirakós? Most hát kezdeném akkor a végéről, hogy az SNS-szel már gyakorlatilag kormányzott korábban, nyilván egy másik vezetés volt akkor 2006 és 2010 között, viszont az aktuális SNS vezér Andrej Danko már kormányzott méghozzá 2016 és 2020 között. Tehát alapvetően ott nem lesz, nem gondolnám, hogy lenne probléma. Az SNS ráadásul inkább szeretne
tag lenni, a kormányban nem pedig egy ilyen ugrálós, na majd én fogom a farokcsóválja a kutyát jelenleggel megmondani, hogy mi legyen. Tehát szerintem, illetve többen is azt várják, hogy azért őket olyan pozíciók érdeklik, ahol azért csordogál EU-s pénz, és el lehet lenni, nagyon nagy felelősség döntés adatalban nem szükséges, igazából jól el tudnak lenni, és tudják a maguk javára fordítani mindezt. Így vagy úgy. A lasz egy nagyon nagy kérdés, mert hogy ők a királycsinálók, ez egyértelmű, és ezt tudatosították, és ezt ki is mondták többször is, hogy nélkülük nem lehet kormányozni. Már most Peter Pellegrini, ugye ő volt az ex-kormányfő, aki ugye Ficot váltotta, és hát gyakorlatilag Ficot terjesztette fel őt, tehát gyakorlatilag Fica nélkül nem lenne Pellegrini, akkor mondjuk így, egy kicsit ez a mester és tanítványa, mint a szitek, ők is ketten vannak, de ez egy ilyen kicsit populárisabb hasonlat. De alapvetően azt érdemes látni, hogy azért ment egy ilyen kicsit bókolunk egymásnak, de piszkáljuk is egymást a sajtóban, még a választások előtt, hogy akkor, hát hogyha Fico esetleg nem az, ha Lasszal akarnak kormányozni, akkor kivel? A Lassz pedig mondta, tehát nyilván tudatosítják, hogy ők viszont nem biztos, hogy szeretnének annyira a Smerrel kormányozni, ezt nyilván így ilyen macskaegér játék alapján próbálják eljátszani, hiszen azért két kormányfő egy kormányban azért az mégse járja. Tehát itt azért... Robert Fico lesz a miniszterelnök? Hát ez egy nagy kérdés, hogy nyilván ő szeretne lenni. Játszik egy olyan verzió is, hogy akkor valami gyengébb miniszterelnököt, de akkor nyilván nem Peter Pellegrini lenne az, mert ugye Peter Pellegrini szeretne erős miniszterelnök lenni, de ha nem tudnám megegyezni a miniszterelnök személyéről, akkor nyilván egy harmadik főt kell delegálni oda. Hát ez a nagyon fontos szerep, meg a külpolitika, a külpolitikát vő külügyminiszter szerepe. Ott meg lehet azt játszani, illetve majd elég nagy esélyre, hogy Fico lesz a miniszterelnök, de a külügyminisztert Lassz hagyja. És akkor kvázi ezzel biztosított lesz egyfajta nyugatosabb, mégsem annyira, nem tudom, a magyar útot elkerülő, de azért mégiscsak Magyarországa valamilyen szinten baráti viszonyt ápoló irányzat. Ugye a külügyminisztérium azért egy meglehetősen önállóan működik a szlovák kormányon belül, tehát azért erősen nyugatos, erősen euroatlantista, ami teljesen rendben is van, csak néha vannak olyan belpolitikai ügyek, például a kisebbség, nemzeti kisebbségek kapcsolatos ügyek, ahol azért nem ezt az álláspontot képviselik, hanem egy jóval, úgy szoktuk ezt mondani, a szalonnacionalizmus, tehát inkább a nemzeti és kevésbé támogató módszereket. De a lényeg, hogy Pellegrini lesz a döntő, ugyanis ha esetleg a PS oldaláról jönne egy olyan megkeresés, hogy hát na jó, gyere velünk kormányozni, ugye a Progresszív Szlovákiáról mi nem nagyon beszéltünk, hogyha onnan jön egy megkeresés, akkor ugye Progresszív Szlovákia nézett a második helyen, de hát a Lassz nélkül nincs kormány, ezért mi lenne, hogyha Peter Pellegrini vinni a kormányt, és akkor minden más majd a Progresszív Szlovákia eloszt. Ez is egy opció, nyilván attól függ, hogy kit bíz meg az államfő. Az államfő pedig azt mondta, az a csapatot azt mondta még a választások előtt, hogy a győztes pártot fogja elsősorban megbízni a kormány alakítása. Ha nyilván ez nem sikeredik, akkor jöhet egy alternatív opció. Egy kicsit az alternatívnál maradva azért mondjuk tegyük hozzá, hogy a Progresszív Szlovákiának 10 mandátuma kevesebb lesz. Tehát, hogy azért ott hármas koalíció nem igazán. Tehát ott a négyes koalíció jöhetne számításba, ami meg azért gyengébb lábakon állna. Igen, tehát ott azért egy ilyen nagyobb távolság is lenne mind ideológiai szempontból, mind gyakorlati szempontból a pártok között. Ugye ott egy Progresszív Szlovákia, vagy Lassz, tehát Progresszív Szlovákia, Halasz, SZSZ, ők ugye a liberálisok, akik már kettő kormányt azért sikeresen hidegre tettek, vagy lapátra tettek, mondhatjuk így. Az előző kormányokban is ők voltak, ahogy mondom, a robbantók. De hát ők mondjuk ideológiailag, meg tartalmilag a legközelebb állnak a Progresszív Szlovákiához, és akkor negyedik lenne a KDH ilyen esetben. Tehát a keresztény demokrata mozgalom, és akkor ott van még Matovics, az előző bukott kormányfő, akivel nagyon igazából senki nem akar kormányozni. Mert igen, ezt akartam kérdezni, hogy úgy tűnik, hogy egy örök ellenzéki szerepben. Mert jelent meg ma olyan interjú, hogy az Olánóban jelezték, hogy hát készülünk akkor az ellenzéki szerepre. Tehát igen, ez egy örök ellenzéki figura, ezt meg látszódik, hogy hiába nyert választást, nem tud kormányzói pozícióból viselkedni, nem tudja felvenni azt a szerepet, nem tudja, hogyan ezt kell ezt csinálni. Ellenzéki nagyon jól tud
Facebook miniszterelnök, Facebook miniszterelnöknek is csúfolták. Hát aki, hát volt egy olyan botrány, amikor ugye Melbe rúgta az ex-belügyminisztert. Ugye Robert a... Kalinákot, igen, az azért, hogy mondjam... Melbevágó képsorok voltak. Tehát, hogy mondjam, nem is tudom, hogy volt-e valaha ilyen kemény a választási kampány, szerintem szóval kell. Tehát az, hogy köpködés... Melberúgás. Utoljára a 98-ast mondhatnám, hogy ugye Meccsárt sikerült, ugye akkor is Meccsár nyert, de nem sikerült kormányt alakítania, hanem... Azért ugye. A volt miniszterelnök, Melkason rúgja, volt belügyminiszter. Ilyenek nem voltak. Azt úgy tehát próbálom összerakni például a magyar szinten, így elég... Magyar szinten abszolút nem volt, tehát azt gondolom, hogy nem volt. Itt azt kell látni, hogy ugye gyakorlatilag majdnem azokból a pártokból állna össze egy alternatív koalíció, vagy alternatív kormány, hogyha nem a Smer vinné fel ezt, ami azért azt gondolom, hogy Robert Fico ezt be fogja húzni. Akik, tehát az alternatív opció, hogy egy nagyon egy kormányzásban tapasztalatlan progresszív Szlovákiából lenne szó, lenne egy ex-Smer, tehát egy mindig ott lebegne egy kicsit fölötte, hogy akkor most ők tényleg a mi oldalunkkal játszanak, vagy igazából ilyen trójai faló a Ficoéknak, és akkor ők arra játszanak, hogy majd bomlasszák szét a maradék, úgymond még normálisnak idézőjelben mondható pártokat, ugye a szlovák nagyon egyszerű értelmezésen élek. És aztán ott vannak azok a pártok, ugye az SZSZ, az Olano, akik kvázi befűröttek a kormányzásokkal, és ez egy generációs probléma gyakorlatilag, mert azok a pártvezetők, vagy azok a szakemberek, akik vállalkozóként, vagy szakemberként, szakértőként egyénileg jók voltak, jól működtek, összerakva egy kormányban, ugye 2020 és 2023 között nem tudtak együtt működni, tehát hiányzott a kooperáció, hiányzott az, hogy megtanulják, hogy hogyan kell kormányozni. Nyilván azt akkor tudja az ember, hogy a kormányoz, ellenzékben akkor, amikor ellenzéki szerepben van, de igazából nem látszott az, hogy ők meg akarják oldani a dolgokat, hanem mindenki a saját javaslatával ment, ugye 2020 és 2023 között, és gyakorlatilag ez is lett annak az eredménye, hogy ez az eredmény született most 2023-ban. Most Ficonál ugye ez egy teljesen más helyzet, ő azért egy kipróbált harcos, tudja jó, hogy mit kell csinálnia. Azt is tudja jó, hogy mikor kell úgymond támadni a saját partnereit, mert azért azt is hozzá kell tenni, hogy Fico eddig mindig megette a koalíciós partnereit. Volt az a régen a HZDSZ, Meccsarik, volt régen az SNS, azt is megette. Ugyanúgy megette, amikor a koalíció kormányzott a Híddal, a Szijjettje, SNS-et, tehát őket is elfogyasztotta, szimplán mert így tudta fenntartani a pártját, és nyilván mert a koalíciós társak gyengék voltak, hogy ezt tudják kezelni, tehát azért most egy erős, arányéban erős szereplője lesz a kormánynak. Akkor szerintem, ugye Fico két hetet ígért, hogy annyi idő alatt kiderül, hogy akkor hogy fog kinézni ez a következő törvényezés, akkor kockáztassuk meg a gyakorlatilag most legvalószínűbb forgatókönyvet, azt, hogy ugye egy hármas koalíció lesz, amelyben a Smer a vezető, Lász és SNS. Na most, ha ez a koalíció összejön, akkor érdemes megnézni pontról pontra, hogy úgy, mi vár Szlovákiára, és itt elsősorban olyan témákat érintek, hogy ugye aki azért követte Szlovákiát, látja azt, hogy Robert Fico és az orosz kapcsolatok azért nem állnak távol, tehát ott azért egy ilyen orosz vonal is bejátszik. Már V4-ben próbálná oldani a V1-et, ami ugye Magyarország és mindenki más ellene. Szóval, hogy itt a pontról pontra végigvesszük a külpolitikában az orosz kapcsolat, a V4, a Magyarországgal való viszony. Erre majd szerintem térjünk ki külön, mert ugye itt a választási kampány kapcsán is voltak érdekességek, és a gazdaság. Kezdjük azzal, hogy itt a orosz kapcsolatok mennyire lesznek erősek? Ja, a szlovákiai sajtó, a mainstream sajtó ezt ilyen lobogtatja, ugye kettő dolgot lobogtat mindig, hogy majd itten ilyen nagyon szélsőséges kormány alakul, és akkor ez a legrosszabb opció, és akkor majd itten az EU-ból is rezegni fog kifele Szlovákia, meg a NATO, és majd itten orosz bábok leszünk, a másik, hogy urbanizálódik az ország, tehát majd átalakítja úgy a rendszert valószínűleg a Fico kormány, hogy majd itten a választások másképp fognak zajlani, a parlamenti rendszer másképp fog működni, a saját képükre formálják. Egyelőre egyik sem látszik, tehát azt gondolom, mind a kettő egy nagyon túlzó kép. Az, hogy ha itt most akkor konkrétan az orosz barátság, vagy más hozzáállás az
Oroszország felé, az orosz-ukrán háború kapcsán nyilvánulhat meg a legerőteljesebben, méghozzá úgy, hogy nem küldenek fegyvereket Ukrajnának. Tehát ugye az még az előző kormányok ezt támogatták, erőteljesen aktívan, addig gyakorlatilag viccai felválhatják ugyanazt a szerepet, mint Magyarországot, humanitáriusan segítenek, befogadják a menekülteket, támogatják, küldenek ilyen-olyan csomagokat, de hogy alapvetően nem fogják a fegyverrel támogatni az ukrán felet. Azt azért nem gondolnám, hogy most nem tudom, ma holnap bejelentkezni, nem tudom, ilyen kétes orosz vállalkozók, és akkor elkezdik. Tehát az üzleti? Tehát az üzleti oldal nyilván most, ugye Szlovákia is egy landlock állam, ahogy szokták ezt mondani, tehát ide is vezetékeken érkezik be a gáz, nincs tengere, van Dunája, de tengere nincs. Tehát alapvetően azért ők is az orosz gáztól függnek bizonyos szempontból, hogy nem tudják úgy kiváltani, tehát hasonló helyzetben, mint Magyarország, azt próbálkoznak ugye nyugati területekről, vagy más európai gázforrásokból táplálkozni, azért ezt nem lehet egyik napról a másikra megoldani. És gyakorlatilag ezek ilyen fontos kérdések. Az, hogy Magyarországon milyen lesz a viszony, az egy hosszabb fejtegetést igényel, de azt gondolom, hogy Fico nem a külpolitikára fog jelentősen figyelmet fordítani. Ezt mondta is a kicsit megfáradt hajnali vagy reggeli sajtótájékoztatón, hogy hát itt az országgal akar foglalkozni, és ezzel azt kellene igazából érteni, hogy szépen leállítani azokat a folyamatokat, amelyek igazából ellene irányultak. Az eljárások az ellene, és akkor ellene alatt azt kell érteni az ő személy ellen, a közvetlen környezet és a hozzátartozó, mondjuk úgy befolyásolható személyek ellen, akik mert így is tudom, legalább 100 eljárás indult, valakiket már ugye lecsuktak, valakik már utolsó fázisban vannak, tehát ilyen ügyészek, különböző hivatalnokok, magasrangúak, rendőrségtől, tehát olyan személyek, akik érdekeltek voltak éveken át a Fico-féle rendszer működtetésében, tehát hogy olyan ügyeket, ahol mondjuk úgy a SMER közeli érdekcsoportok rendelkeztek befolyás, azokat kevésbé vizsgálták, nem foglalkoztak vele, szemet hunytak felette, stb. Tehát, és akkor engedték ezeket. Tehát ugye ettől félnek sokan, most gyakorlatilag ha ez fordul a kocka, és akkor Fico visszatér, akkor itt most fejek fognak hullani, vagy vér esetleg, ilyen kicsit azt gondolom, hogy túlzó vélemények is megjelentek. Én azt gondolom, hogy azonban egy jóval szoftosabban fogja ezt kezelni, hogy finomabban, nem úgy, mint például Magyarországon, most fogják, és akkor erőből áttolnak egy alkotmánymódosítást, vagy új alkotmányt, mert hogy kétharmad van, és ez nyilván Orbán kormány eltervezte, de Ficonnak nincsenek ilyen nagy tervei, hogy akkor most felülről lefelé átépíti az egész országot, hanem csak saját maga pozícióit próbálja úgy kezelni. Igen, egyébként, hogyha ezeket a közigazgatási dolgokat, aki felszínesen követ az eseményeket, itt azért elég komoly ügyek voltak, meg dolgok. Igen. A hírszerzés esetében, igen, a rendőrség esetében. Magyarországon azt mondjuk a felcsúti per esetleges alternatívában tudják elképzelni a tehát, hogy igen, hogy itt azért a hírszerzés, rendőrség, tehát, hogy akkor ez egy kicsit így el fog csendesedni? El fog csendesedni, nem kell azt látni, hogy most itt hirtelen, nem tudom, hogy megszüntetnek ilyen intézményeket, csak olyan embereket véletlenül fognak oda rakni, akik tudják, hogy majd azt fogják csinálni, amit mi gondolunk. Tehát nyilván ez azt is jelenti, hogy ez az eljárások elhalnak, megszüntetnek, felfüggesztőnek, akármi. Felmentik az embereket, a mi embereinket, ahogy ezt a szlovák sajtóban szokták nevezni. De alapvetően szerintem a kampány során sokkal vérmesebben, sokkal agresszívebben hangoztat ez, hogy majd mi így bosszút állunk, és majd ez meg az lesz. A valóságban azért egy jóval visszafogottabb módon fogja ezt kezelni Fico, mert hogy látja jól, hogy ha addig húzogatja az oroszlán bajszát, például az Európai Unió azt mondja, akkor most nem fog ennyi meg annyi pénz érkezni mint Magyarországra, akkor mint Szlovákiára se, mert hogy látják, hogy leépülő van a szlovák demokrácia, meg a jogállamiság, stb. Nyilván az neki nem tesz jót, hiszen az országnak azért van egy költségvetési hiánya, államháztartási hiánya, amit szintén kezelni kell, inflációt kell kezelni, családok támogatását kell kezelni, tehát van egy jelentős reálbércsökkenés, tehát ezeket mind kezelni kell, és ebbe kellenek az EU-s források, tehát nem lehet azt eljátszani, hogy akkor most én nem tudom, most Oroszország felé fordulunk hatalmas támogatásért, vagy Kína felé, nyilván próbálkozni fognak, mert hogy azért
azt látom, hogy, hogy Fico is próbál majd egy olyan kicsit rugalmasabb külpolitikát folytatni, mint a magyar kormány, akkor nem csak nyugat felé, hanem kelet felé is, a beruházások miatt, de azért viszont akkor egy EU-s elkötelezettsége, ami nem jelenti azt, hogy nem lenne kritikus az Európai Unió felé, és akkor itt a V4-ekre lehet számolni, hogy akkor már Ukrajna kapcsán egy oldalon állnának Magyarországgal. Igen, itt a V4 esetében ugye Ficónak az első reakciója azért érdekesek, mert ugye gyakorlatilag a Oroszország teljes körű inváziója óta, gyakorlatilag a V4 ez ilyen megfagyott, ugye. Igen. Mikor egyébként, mikor évelején beszélgettünk erről, akkor is nagyjából erről beszéltünk, és most Fico esetében úgy tűnik, mint hogyha ugye Magyarország egyedül maradt ugye a Lengyelország, Csehország és Szlovákia mellett, mint hogyha ugye ez egy kicsit oldódna, tehát kvázi kicsit sarkalatosan, V1-ből egy pit, igen, V1-ből V2 lesz. És akkor a lengyeleknél nem tudjuk, hogy mi lesz a választási eredmény. Igen, ami, ugye, igen. Hamarosan el fog dőlni. Igen, de hogy e mögött, hogy mondjam, szóval egyrészt a szlovák közvélemény ezt hogy kezelni, hogy Fico egy kicsit rugalmasabb ebben az ügyben, mondjuk Magyarország felé, illetve mondjuk a lengyelek, vagy akár a csehek. Hát nyilván, akik a PS-re szavaztak, a liberálisabb oldal képviselői, azok inkább pro-ukrán pártiak, és azt nem mondom, hogy ez az oldal, aki inkább a Smer vagy a szélsőségesek, aki azt mondják, hogy ne vonuljunk be, vagy segítsük Oroszországot, nyilván ez lehetetlen. Ilyen szempont volt, nem fogja a Szlovákia, nem tudom én katonailag segíteni Oroszországot, mert nincs is rá módja, meg amúgy sem működne ez, de hogy alapvetően inkább egy mérsékeltebb hozzáállás, hát visszavesz abból, hogy most fegyvereket küldjenek, mert ugye felmerültek ezek a problémák még a választások között, akkor most a szlovák légteret nem védi semmi, tehát nincsenek repülők, mert Magyarország védi, és akkor milyen dolog már az, hogy mi most támadjuk Magyarországot, hogy most ilyen meg olyan machinációkat végeznek esetleg Szlovákiába, tehát voltak ilyen konfliktusok ugye az előző kormányok esetében, amikor bőszer ment az, hogy most Magyarország esetleg fenyegeti Szlovákia szuverenitását, integritását, meg ilyesmi. De azt gondolom, hogy ha Fico fogja vezetni a kormányt, akkor nyilván ezek nem fognak megjelenni, mert hogy nyilván Magyarország egy jóval barátibb viszont szeretne ápolni, ami nem azt jelenti, hogy minden kérdésben öröm és baráti kapcsolat lesz, és majd megoldódnak a benesi dekrétumok, meg a kettős állampolgárság tiltása, mert akkor dőlni fog a pénz az ország déli, középső és keleti magyar lakta régiói, infrastruktúrális fejlesztések lesznek, hanem gyakorlatilag az lesz, hogy akkor ilyen status quo-szerűen, tehát itt most nem, lehet, hogy lesz egy-két szimbolikusabb helyzet, amiben talán a Smert meg lehet győzni, vagy mondjuk úgy, hogy nem fogják bezárni például a magyar lakta területen az iskolákat, amik ugye egy jelentős állami finanszírozást igényelnek a kisiskolák, mert létszámhiányosak, vagy nem tudom, lehet, hogy befejeződik egy-két olyan határon átnyúló projekt, közlekedést érintően, ami fontosabb lehet, de úgy igazából azért nem lesz az, hogy ilyen hatalmas nagy változás lenne. Nem hiszem, hogy elfogadnának egy nemzeti kisebbségek, vagy nemzeti közösségről szóló törvényt, vagy felállna egy speciális hivatal erre, ami kivezetően a nemzeti kisebbségeket, közösségeket támogatná. Ez fricska lenne amúgy az előző 3 éves kormányzásnak, mert hát mégiscsak ott ígérték meg ezt ugye a Matovicsék, illetve a Heger kormányok, hanem alapvetően egy olyan kapcsolat működne akár országon belül. Országon belül nyilván egy status quo, tehát nem bolygatjuk a magyar lakta vidékeket, néha-néha megmutatkozunk, ahogy eddig is volt, és néha próbálunk valamit olyasmit eladni, ami esetleg értékelhető lett a magyar fél számára. Államközi kapcsolatban nyilván a nemzetközi vonal, tehát hogy próbálják majd az Európai Uniót esetleg közösen kritizálni bizonyos intézkedések miatt, de Ficon azért nem egy olyan típus, aki elmegy minden áron a falig, mint például Orbán Viktor. Igen, hogy ő mindig ki akarja tolni azt a határt, hogy még egy picit tudok menni, még egy kicsit a saját javamra tudom ezt csinálni. Viszont nem, ő azt látja, hogy nagy ellenállás, ami már igazából az ország és a saját reputációját veszélyeztetni, de főleg a sajátját nyilván, ami újra lehetne azt mondani, hogy hát itt most milyen nemzetközi lemaradást fog majd Szlovákiának okozni, akkor ebből szépen ki fog hátrálni, nem fogja olyan erősen, de meg azt mondjuk, hogy itt a belpolitika, foglalkozunk az országban. Na, de azért a magyar csomagot ne hagyjuk még el, mert talán Szlovákia esetében ez számunkra a legérdekesebb. Kezdjük talán azzal így az első körben, hogy aki követte a kampányt, meg ugye követte a sajtót, pár érdekes dolgot
láthatott, vagy hát tapasztalatot, amit mondjuk az elmúlt 15 év előzményeiből nem feltétlenül várt volna, méghozzá azt, hogy ugye gyakorlatilag, ugye, amit már említettük, a Robert Fico és a Fidesz, a Smer és a Fidesz kapcsolat, az gyakorlatilag a egymás finomabb éghajlatra elküldéséből gyakorlatilag szinte eljutott oda, mint úgy tűnt volna, hogy hát a kampány, meg a kampány tematikái azok elég sok, hogy mondjam, támogatást kaptak volna Budapestről itt tematizálásban. Na most például a migrációs dolog is, ugye voltak olyan vélemények, hogy akkor a, gyakorlatilag a magyar kormány segített abban, hogy ott az ipolyságban legyen némi probléma a migrációügyileg. Szóval, hogy mennyire stratégiai ez a párt kapcsolat, mennyire adhok, vagy mennyire csak a hatalom technikai? Alapvetően azért érdemes látni, itt is két nagy értelmezés volt. Az egyik, hogy beavatkozik Magyarország a szlovák választásokba, hogy nem igen, bocsánat, igen, még azt vezessük föl, hogy miközben még igen, ehhez tartozik az is, hogy miközben ugye őszi parlamenti tematikát és törvénykezést próbálnak arra hangsúlyozni a magyar kormánypártok, hogy akkor itt a külföldi beavatkozást szüntessük meg, és ugye a külügyminiszter nagyon gyakran nyilatkozott arról, hogy hát milyen dolog az, hogy különböző külföldi országok megpróbálnak beleszólni a magyar belpolitikai folyamatokban. Ehhez képest a szlovák kampányban ő Pozsonyban olyan dolgokat, vagy olyan dolgokat csinált, amit mondjuk számon kérnek nálunk másoktól. Szóval, hogy ehhez például a Ficóik hogy állnak? Hát ugye itt azért disztingválni kell, és most nem akarom védelme venni a magyar kormány, de ugye ott ugye Magyarországon az volt ugye a kritika tárgya, hogy pénzt kapott az ellenzék dollárba oda, ugye azért alkották meg ezt a kifejezést, ezért Ficói nem kaptak pénzt Orbánéktól, maradjunk ennyiben. Az, hogy most Szijjártó Péter elment ugye, tavaly is, meg idén is azért egy ilyen közös fotózás, a sajtótájékoztató, meglátogatták egymást. Ilyen szempontból az nyilván egy olyan nem standard viszony, amit azért nem láthattunk tehát az elmúlt 30 évben korábban. Tehát nem volt olyan, hogy most a külügyminiszter azért ugye mindig elment a helyi szlovákiai magyar, és főleg itt az MKP-ra, most a szövetségre gondolkodta, azért személyesen találkozott, és erről volt sajtónyilvános esemény, de ugye a további pártokkal, vagy a kormánykoalíció pártjaival azért nem találkozgatott, ugye azok szlovák pártok voltak javarészt ilyen esetben, vagy amikor a Híd volt ugye a kormányban, akkor velük sem találkozott így hivatalosan. Most ugye azért elég, ez gyakorlatilag fél éven belül, több mint fél éven belül megtörtént, hogy kétszer is. Meg hát volt egy ilyen pozitív interjú Robert Ficóval a köztévén, és a többi azért. A Fidesz mindenképpen egy ilyen gyakorlatiasabb hozzáállást tanúsított, ez egyfajta pragmaticizmus, és ugyanezt mondotta a Smer is. Tehát ami volt múltban, 2006-2010 között, hogy Marina Hedvig, dunaszerdai szurkolóverés, kettős állampolgárság, Sólyom Lászlót nem engedjük, Benesi dekrétumok megerősítés, stb. Azt gyakorlatilag, hogy mondjuk jó, ezen nem fogunk tudni nagyon valószínűleg változtatni, mert hogy ezek olyan szimbolikus identitás tényező ügyek, amelyeket hát Magyarország, ha ebben elkezd mondjuk úgy kardoskodni, akkor Szlovákia azt mondja, hát gyerekek, nekünk nem kell veletek itten bizniszelni, hanem ugye ezt igazából a helyi magyar közösségnek kellene így vagy úgy megváltoztatni, ez lenne azt gondolom a legkézenfekvőbb módja. Az, hogy a helyi magyar közösség viszont nem képes bejutni a parlament, az egy másik problémaforrás. Tehát alapvetően azt érdemes látni, hogy itt egy nemzetközi védés-dac-szövetség formálódik Fico és Orbán között. Ugye volt már erre példa, amikor ugye Fico kormányon volt, Orbán pedig ugye a második kormányt, ugye 2010-14, Fico pedig gyakorlatilag 2012-16, tehát ugye a második-harmadik kormány időszakában volt, ugye egy húron pendültek, hogy így mondjam, és akkor azért voltak olyan gazdasági együttműködések, akár gázvezeték átadás, akár a tranzit gázvezetékről szó, akár olyan határon átnyúló infrastruktúrális fejlesztések, amik akkor kezdődtek és mára értek be. Tehát azért itt voltak ilyesmik, és gyakorlatilag akkor kezdődött az, hogy akkor most összefognak az Európai Unió, ugye kettős élelmiszer minőség és egyébként a migrációs problémák kezelése, tehát itt azért számítani értett egymásra. De ugye kérdés az, hogy most például ez jelenthet-e Szlovákiának mondjuk egy negatívumot, hogyha mondjuk elkezdenek Orbán felé
az Orbán kormány felé egy megengedőbb, egy támogatóbb, egy szövetségi hozzáállást bizonyítani, akkor az Európai Unió mit fog lépni? Tehát fognak-e például úgy azt mondani, hogy jaj, ne csináljátok ezt, mert akkor nem jön ennyi meg annyi EU-s pénz, vagy azt mondják, jó, csináljátok, igazából amíg nem kezdtek el teljes mértékben ugyanazt csinálni, mint Magyarországon, tehát mondjuk ilyen törvényhozás szintjén, parlamentarizmus szintjén, alkotmányozás szintjén, addig ez minket nem érdekel igazából. Ez majd egy ilyen kicsit ilyen pudin próbálja evésszerű helyzet lesz. Az biztos, hogy ha Fico lesz a kormányfő, akkor itt ezért lesznek összhangok. Uh-huh. A két kormányzat között kérdés, hogy meddig fog ez a kapcsolat mélyülni, tehát hogy eljutnak-e például olyan pillanatokra, amikor például a szlovákiai magyar közösség szeretne valamit elérni. Most vonatkoztassunk el a szimbolikus ügyektől, lesz egy olyan probléma fennáll jövőben, egy-két év múlva, ami nagyon sürgető megoldást igényel, de belpolitikai ezt nem tudja megvalósítani, majd nincs olyan eszközrendszere rá már, és Magyarországon keresztül kérik meg, a Fideszen keresztül kérik meg a Fico kormányt, hogy na akkor legyetek szívesek, segítsetek ebben, vagy álljatok el ettől a tervezettől, mert ugye azért előszokott fordulni, hogy véletlenül olyan tervezet, hogy átszabnák a járásokat, a megyéket, ahol megint csak egy észak-dél megosztottság lenne, megint csak ugye magyar lakta területeket, nagy szlovák tömböket raknának, megint csak ugye politikai és egyéb szempont lenne negatív. Itt a jó viszony esetében, igen, pont azon is gondolkoztam, hogy az, hogy mondjuk Robert Fico és a Smer és a Fidesz ennyire közeledett egymáshoz, hogy tehát hol várhatóak konfliktusok, tehát milyen területeken. Itt az orosz kapcsolat esetében azért is érdekes, mert ugye, ha megnézzük a 10-15 évvel ezelőtti állapotokat, azért Szlovákia és Magyarország között volt egyfajta vetélkedés, a keleti befektetések között, legyen szó az hosszú nyomtávú vasútról, egyéb infrastruktúrális befektetésekről. Tehát azért Szlovákia Magyarországnak volt egyfajta ilyen vetélytársa befektetésileg, hogy ez várható-e, vagy ennél egy kicsit kedélyesebb lesz a kapcsolat. Hát szerintem én, hogy Oroszország most jelen pillanatban egy háborúval. De Kína, akár lehet Kína is. De Kína esetében már más, ott lehet tekintve, hogy azért ugye Szlovákiában is jó pár autógyár megtalálható, és hát ilyen akkumulátorgyártási és egyéb ehhez kapcsolódó technológiák, megoldások azért nincsenek olyan mértékben jelen. Tehát vélhetően megpróbálnak ők is valamennyit behozni, vagy legalábbis olyan irányba elmenni, hogy érkezzenek keleti befektetők, kínai befektetők az országba. Ez Ficónak is az érdeke lenne, hiszen azért ugyan van egy alacsony munkanélküliség az országban, de mi van akkor, hogyha úgy dönt a Volkswagen, úgy dönt a Kia, a PSA csoport, hogy akkor, vagy Stellantis most már ugye, hogy akkor most áthelyezik a termelést máshova. Mert ugye ez előfordulhat, semmi sem biztos ilyen szempontból, tehát nyilván az ország gazdasági potenciáját és a különböző szektorokat az érdemes diverzifikálni. Az, hogy ezt mennyire széleskörűen kell tenni, és mennyire mondjuk a természet kárára, vagy a lakosság kárára, ugye, ami Magyarországon elég nagy problémát jelent mostanában, azért is van egyfajta lokális tiltakozás több helyen. A Szlovákia még nem igazán tapasztalta meg, tehát azért, hogy most egy akkumulátorgyárat telepítenek egy kisvárosnak a közvetlen tűszomszédságában, ilyenről még nincs szó. De elképzelhető, hogy a jövőben lehetséges egy ilyen eset, vagy több ilyen eset. Kérdés, hogy viszont mennyire akarja ezeket a beruházásokat, mennyire tudja ide vonzani, mert ugye más országok is azért vetélkednek ezért. Abszolút látom ennek realitását, hogy azért itt lehet valamiféle nézetkülönbség, vagy valami érdekkülönbség a szlovák és a magyar kormányok között, de Magyarország ebben jelentősen előbbre van, mint Szlovákia. Tehát azért ilyen, jóval több ilyen típusú üzem, gyár, megoldás, technológia van itt Magyarországon, mint Szlovákiában. A kérdés, hogy Szlovákia akarja ezt ugyanúgy erre az... Látszik valami ebben? Nagyon kevés látszott. Az látszik, hogy ugye voltak ilyen kampányigérdek, hogy akkor most az elektromobilizációt, magyarul ezt a hibrid, illetve a elektromos járműveknek a térnyerését kell támogatni, és a többi, de hát, hogy őszinte legyek, azért egy dolog a program, más dolog ugye a valóság minden esetben.
Utolsó nagy témánk, ugye már érintettük, itt a szövetség és a magyar etnikai politizálás jövője. Ugye említetted, hogy gyakorlatilag régóta nem szerepelt ennyire jól magyar erő választáson. Ők is elismerték, hogy jól szerepeltek, de nem elég igen. jól. Tehát 130 ezer szavazat. Ugye itt gyakorlatilag, ha kicsit így sarkosítok, akkor két nézőpont állat így egymás mellett. Az egyik az az, hogy azzal, hogy szövetség és magyar politikai párt erő nem jutott be a törvényhozásba, és az elmúlt években nem szerepeltek úgy túl jól országos szinten. Ez gyakorlatilag ez egyfajta a magyar etnikai politizálás végét jelenti Szlovákiában, ahol mondjuk önkormányzati szinten erős lehet a magyar erő, főleg délen és azokban a központokban, ahol a magyar lakosság többségben van. Másfelől viszont ugye gyakorlatilag innentől kezdve Szlovákiában politikai szinten az számít, hogy a teljesítmény, a nem tudom én, a pártpreferenciás magyarok beléptek, magyarok alkothatnak nagyot olyan szlovákiai pártokban, amelyek nem etnikai magyarnak definiálják magukat. Na most a helyzetek, a kérdése következő, ez az eredmény, ez a maximum, és gyakorlatilag ez a végét jelenti, vagy van még erő megújulni bármi? Létszám, hogyha egyszerűen van, szóval létszám alapján, a matematika alapján van. Tehát van még létjogosultság az etnikai politizálásnak, de nem kizárólagos etnikai politizálásnak, ez egy kicsit ilyen rókafogta csuka helyzet. Én azt látom, és akkor én vagyok talán az, aki egy kicsit ilyen próbál ettől a dimenziótól egy kicsit ellépni, és megpróbálja ezt egy kicsit más szempontból megközelíteni. Tehát itt azért volt két év, hogy összerakjanak három pártot, kettő, úgymond valamiféle történelmi vetélytársat, uh-huh. és egy harmadikat, aki azért jött létre, ugye a kettő történelmi vetélytárs az MKP volt, és a Híd, már mi maradt belőle, ugye, mert a 2020-as választáson leszerepeltek, uh-huh. és volt az összefogás, ami gyakorlatilag ilyen spin-offja az MKP-nak, illetve az olyan civileknek, akik valamilyen módon igyekeztek becsatornázódni a nagy összeborulás elősegítése érdekében. És gyakorlatilag ez a három párt nagy nehezen két év, vagy egy és fél év tárgyalás, folyamatos egyeztetés útján összeállt, és aztán jött Gyimesi György, aki ugye a Matovics listáján, tehát 2020-ban jutott be a parlamentbe, egy ilyen totál outsider, tehát előtte nem nagyon politizált, pár ezer karikát kapott, preferenciaszavazatot, majd oda került, és aztán elkezdett nyomni egy olyan nagyon hangzatos, nagyon címlapra való tematikát és témákat, amelyek nyilván inkább az MKP magtábor számára voltak érdekesek, legyen az akár hogy a Fidesz által is propagált, vagy pontosabban képviselt, ugye nemzetközi vonalon ez az a gender kritika, Európai Unió kritikája, ugye általában nyugat kritika ilyen szempontból, csak egy nagyon sokkal leegyszerűsített verzióba csinálta ez Gyimesi, vagy legyen az nyilván az orosz-ukrán háborúból, azért nem eszik, nem, tehát az ukránok azért nem olyan ártatlanok ebben például, ahogy ő mondta, vagy legyen az például most ugye az illegális bevándorlás a határon, tehát ő volt az, aki kvázi egy ilyen arca próbált lenni, aztán majd a választási kampánynak, nagyon sokat ráhegyeztek ki, de ahogy ő bejött, és ahogy őt behozta az MKP, mert ők hozták őket, úgy ment ki a Híd. De azok a választók, akik ugye inkább városban, inkább a vegyes területeken preferálták őt, ahol már vegyes házasságok vannak, vagy az identitás nem 100%-osan magyar, őket szavazták általában, és az, hogy ők elmentek, amúgy nem szavaztak rájuk sokan, tehát azért nem egy, nem tudom, nem 30-40 ezer szavazat jöttek el, pár ezer volt. Tehát annyival nem jutott volna be a szövetség, hogyha azok maradnak, de nyilván leértékelődött, és azok a választók pedig elmentek aztán szépen a Smerhez, a Halaszhoz, a PSZ-hez oda vándoroltak. Gyimesi hozott azért, tehát valamennyit hozott, de legalább annyit tudott taszítani is. Tehát ez az effektus, hogy igen, nem 110 ezer szavazatot kapott a szövetség, mint ugye a 2020-ban az előd szervezet, hanem 130-at, az mindenképp extra, de mégsem hozott annyi extrát, hogy bejusson bele a párt. Na már most, hogy mi lesz ennek a jövője? Én azt gondolom, hogy most azért vannak olyan szereplők, akik már régóta ott vannak, akár a szövetségben, ugye
mondhatjuk, hogy szinte MKP, mert azon a magon épül, ott vannak a Hídban, amit egy nagyon minimális pártra értékelődött le, meg ott van a Magyar Fórum, amit tényleg egy ilyen futottak még, és nem sok vizet zavarnak, de ott is vannak olyan szereplők, akik már régóta vannak a politikában. Ők azért nem biztos, hogy azonnal fel fognak állni, viszont nem biztos, hogy rájuk kellene építeni. Tehát, hogy... Na ez a kérdés, hogy itt egy újratervezés várható, egy olyan... megújulás, hogy tud ez megújulni, mit tud belevinni? Egy olyan újratervezés, és megújulást én azt gondolom érdemes lenne elgondolkodni a szövetségen, mert az összefogás platform az, amelyikben ugye ők próbáltak ilyen game changerek lenni annak idején, de hát nagyon beleszürkültek ebbe az egészbe. Igazából azt kéne átértékelni, hogy egy interetnikus pártnál kinyitni a szövetséget, és akkor ilyen, ott látjuk a Híd, ami megpróbálta ezt, és ment is éveken keresztül, de azon felül is, tehát hogy gyakorlatilag volt egy... De ez nem megint a lokális ügyek felé vinni? Nem feltétlen, tehát nyilván kell, azért is fontos, hogy a lokális ügyeket erősen vigye a szövetség, mert hogy ugye ezek azok a régiók, és azért erősen szlovák lakta régiókról is beszélünk, ha nincs vasút megfelelően fejlesztve, ha nincs közút megfelelően fejlesztve, és egyéb infrastruktúrák az nem csak a magyarokat érintik, hanem az itt lakó szlovákokat is. Tehát azért ezek olyan problémák, olyan hiányosságok, amik sokat érintenek, és ezért is próbált a szövetség mindig is erősíteni erről a regionális vonalra, hogy a régiókat igenis vinni kell, mert mi vagyunk a régió hangja, ahogy mondják, de ezen felül kellett azért olyan téma, ami aktuál politika. Ilyen volt például a migráció, hogy pont ugye a magyar lakta régiókat érintette, itt a Duna-Ipoly mentén. Ezen felül viszont nem nagyon volt más olyan téma, itt próbálták ezt az identitás, gender, LMBT-kus dolgot vinni, de ez annyira nem, kicsit idegen volt a szlovák magyar résztől. Nyilván egy kemény magas, persze, az hangosan kell képviselni, de azért ez egy idegen dolog volt, mert hát mégis mi, ez egy kisebbségi közösség, most egy másik kisebbségi közösséget rúgunk bele, az nem tudom mennyire hatékony, tehát logika, tehát nem volt rációja. Megpróbálták meglovagolni, de sokkal fontosabb lett volna még jobban ráülni, és talán egy kicsit hatékonyabban vinni ezt a migrációs témát. Azt gondolom, hogy van ráció továbbra is az etnikai politizálásban, de ezt ki kell nyitni. Tehát úgy kinyitni, hogy gyakorlatilag tanulni kellene abból, hogy mit csinált jól a Híd, és mit csináltak az előtt pártok, mert a Híd előtt is volt azért egy interetnikus jellegű párt, amit Durai Miklós vezetett. Ez volt az együttélés, ez még a 90-es év, amikor aztán létrejött az egységes MKP 98-ban. Ott például volt külön lengyel tagozat, ruszin tagozat, tehát voltak olyan képviselők, megpróbálták ezeket a kisebb közösséget megszólítani. Most nyilván Dél-Szlovákiára nézve magyarok, szlovákok, romák általában, de és akkor erre aztán ugye lehet építeni egy etnikai vonalat, lehet egy régiós vonalat, ami ugye alapvetően ez a régió ugyan elhanyagoltsága, és aztán ugye lehet aztán ruszin vonalat vinni, mert ők ugyanúgy szintén ott vannak képviselet nélkül. Tehát azért ebben továbbra is azért található egy 162-200 ezer szavazó legalább. Itt maradva mindig fölmerül a kérdés Szlovákia esetében, hogy ugye egy magyarok részvételével létrejövő párt, vagy egy etnikus párt, ugye önmagában nem fog tudni kormányt alakítani, tehát mindig koalíciós partner lesz. Melyek azok a témák, amelyek országos szinten egy multietnikus pártnak, tehát szlovákok, romák, akármi, amiket ő be tud vinni a közbeszédbe, és tényleg ilyen konkrét témák, amiken ők tudnak segíteni, és ezzel mondjuk létjogosultságot szerezni mondjuk egy parlamenti politizálásnak. Nyilvánvalóan ezek nagy rész szakpolitikai témák lesz, hiszen azért mindenki szeretne jobb egészségügyet, mindenki szeretne jobb oktatást, mindenki szeretne jobb közlekedést, ez egész országra vonatkozik. Az, hogy ez a párt, most a szövetség, ugye ezt állandóan ugye a déli-keleti középső régió próbálta érvényesíteni, ez mind fontos. Nyilván ez, amikor a kormányzás van, amikor kampányolni kell, akkor mind a legharsányabb témákkal kell jönni, amelyek ugye leginkább tudják motiválni, vagy ilyen identitástörő tudnak, hogy most ránk szavazol, vagy másokra szavazol, ezt választod, vagy azt választod. Tehát igen, mindig megkapták a magyar érdekeltségű pártok, hogy hát igazából ti mindig csak magatokkal foglalkoztok, és nem az országos problémákkal, de hát ez is országos probléma, hogyha egy kórházat megszüntetnek, és
50 km lesz a következő, ahol el tudnak menni. Miért nem lenne országos probléma? A bíróságokat áthelyezik. Például volt egy olyan elképzelés, hogy Közép-Szlovákiából Besztercéről Zsolnára vinnék át az egyik a központi bíróságot, a helyi bíróságot. Valamelyik település, hogyha tömegközlekedésen menni, az ember egy napig tartana az út. Tehát azért voltak ilyen szürreális ötletek, és nyilván az a fontos, hogy legyenek olyan személyek, akiket tudnak kötni ez a párthoz. Mert ez a párt, tehát a szövetség most így nagyon kevés szlovákok számára látható arca volt. Tehát a magyarok számára látható arc volt nagyon sok, mert ismerik a közülük valók. Tehát a szlovákok számára ki volt látható? Nyimesi György leginkább, mert ő ugye parlamenti képviselő, meg talán Forró Krisztián, ugye a párt elnöke, aki hát ugye bekerült ugye országos választásba, bekerült a megfelelő műsorokba, és meghívták, és akkor tudott beszélni, hogy alapvetően nem volt olyan réteg, és ez igazából az MKP, a régi MKP hibája, ami ugye a szövetség alapját képezi, mert ugye kiöbrudálták azokat a hidasokat, akik viszont ismertek voltak a szlovák média szlovák választók felé is, Rigó Konrád például, Solymos László például, akik valamilyen funkciókat töltöttek be a Fico kormány idején is, ami ugye megbukott, de hogy alapvetően legalább tudták őket valahova rakni a szlovák választók. És létezik egy ilyen ember, igen, ő volt valamilyen miniszter, vagy valamilyen kormánybiztos, vagy államtitkár. Viszont nem épült ki azóta, tehát azért 10 év, ez nagy idő, több mint 10 év. Mondhatjuk így, és azért kellett volna egy ekkora új csapatnak, egy új élcsapatnak képülni, akit azért tudnak, és nem csak megyei, mert megyei szint ez egy dolog. Tehát az, hogy most megyei képviselő vagy, polgármester, ott helyben is van. Igen, ez az önkormányzati szint. Ez rendben igen, van. Igen, ott igen. Nagyon erős a szövetség, ott ugye országosan a top 3-ba benne van ilyen szempontból, rengeteg képviselőt és polgármester delegálnak, az rendben van, de innen meg kell ugorni egy magas szintet. Regionálisan nem tudnak olyan országos ügyekbe beleszólni, hogy hova jöjjenek hatalmas beruházások, hol legyen a súlypont. Hol legyen például vasútfejlesztés, hol legyen iskolaügyi reform úgy általában, hogy legyen hatékonyabb a szlovák nyelvoktatás, hogy legyen mondjuk úgy a szlovák-magyar történelem, vagy a történelem oktatásban, hogyan legyen mondjuk úgy egy negatív kép a magyarokról például. Tehát ezek hogyan készülnek például a szlovákiai magyarokról filmek, sorozatok, színházak hogyan kapjanak támogatást, könyvek, tehát rengeteg téma van, amivel tudna lenni, de még egyszer mondom, a szövetség, illetve az MKP, illetve a híd is azzal foglalkozik, hogy önmagával, hogy mi hogyan vagyunk. Az, hogy ezt nem nyitották ki, és gyakorlatilag ez lenne a következő, azt gondolom, lépés, hogy kinyitni ezt az egész közösséget. Nyilván kell az élmag, ami a magyarokon alapul. De nyilván, és ugye a híd annak idején azért tudott sikeres lenni, mert azért volt egy olyan időszak, amikor Ficoék például elég magyar ellenesek voltak. Most nyilván nincs magyar ellenesség. Viszont a regionális elmaradottság, a munkanélküliség, vagy az infrastruktúrális fejletlenség az tovább is ott van. Az ott volt 10 évvel ezelőtt is, ott volt 20 évvel ezelőtt is, most is ott van. Ezekre lehet építeni, ezeket meg lehet úgy lovagolni, hogy hatékonyan legyen. Hiszen nagyon sokan dolgoznak, ingáznak akár Magyarországra, akár Szlovákiában, országon belül mennek külföldre. Tehát ezek olyan dolgok, amivel lehet hosszan távon tematizálni. Ami viszont nagyon fontos, hogy nagyon sok teremmunkára van szükség. Tehát a kereszténydemokrata mozgalom, meg a Szlovák Nemzeti Párt megmutatta, hogy nyilván egy jó célzott kampánnyal, jó időben, de teremmunkával is be lehet jutni vissza a parlamentbe megint is. Úgyhogy kiestek, visszajutottak. Tehát lehet ilyet csinálni. De ugye nyilván a szlovák választókról beszélünk, hogy sokkal többen vannak. Meg kell győzni, ugyanis az a probléma, hogy 10 éven át nem tudták elhitetni, nem tudták meggyőzni a szlovákiai magyar választókat, a magyar érdekeltségű pártok folyamatosan. A híd megtudta valamelyest egy időben, a szövetség, illetve elődje az MKP csak helyben tudta meggyőzni őket, országosan nem. Ehhez az is szükséges, hogy legyen olyan háttérintézete ennek a pártnak, amely tudja ezt támogatni. Szakértők legyenek, akik stratégiát, tanácsot adnak, képzik magukat a politikusokat. Ez nem elég csak annyi, hogy 4 évente egyszer bemegyek a stúdióba, szlovákul elbeszélgetek. Voltak például olyan megjelenések, ahol azért problémát okozott a szlovák nyelvtudás és a önkifejezés. Tehát azért egy párt országos közegbe készül, egyrészt olyan emberek kell, akik ezt tudják vállalni, tehát nem biztos, hogy minden polgármester akar országos, országgyűlési vagy parlamenti képviselő lenni, nem biztos, hogy minden, nem tudom, városi képviselőtestületi szereplő szeretne magasabb pozícióba, meg kell találni ezeket az embereket, ez viszont rengeteg időt,
energiát, munkát igényel. És mennyire hátrány vagy előny az, hogy azért az MKP és utána azért a magyar etnikai politika azért nagyon komoly támogatást kapott Budapestről a Fidesz részéről. Tehát, hogy az egy teher, vagy egy seg, mert látjuk, hogy például hiába akár a pénzügyi segítség is, vagy bármilyen ilyen, nem. Én azt gondolom, nyilván nem látom át, hogy ezek a pénzek... Ezt nem tudjuk megmondani, igen. Az biztos, hogy ugye van egy saját sajtó, ugye a szlováki magyar sajtó, ahol ugye abban a közelben ugye van egy Napunk, van az Új Szó, ugye ezek ilyen történelmi jellegű pártok, vágott ki, tehát van a Napunk, van az Új Szó, akik ugye kvázi pártoktól, kormányoktól függetlenek bizonyos szempontból, és aztán van a Ma Hét média család, amely inkább ugye a magyar kormány által támogatott közeg, illetve azoknak a különböző spin-off történetei. Na már most, hogy ez meg fog-e változni most a választások után, lehetséges, hogy mondjuk kevesebb forint, guruló forint, dollár forint fog ide érkezni, mert az Erdélyben azért ez tapasztalható volt, ugye, erről azért szikkeztek mások, meg volt erről szó, de én azt gondolom, hogy azok a pénzek nem feltétlenül lettek olyan jól elköltve, hogy azt mondjuk a tanulás segíteni elő, a fejlődés, az innovációt magában a közösségen belül megtörténjen. Tehát, hogy vannak azért olyan szereplők, akik nagyon aktívak a közéletben, értéket mentenek, odafigyelnek a környezetvédelemre, hiszen a sajó katasztrófa például az abszolút a szlovák média addig nem kapta fel, még erről olyan videók nem terjengtek, hogy amikor a szennyezett vizet kiöntötték a minisztérium elé, a környezetvédelmi minisztérium, hogy tessék, ebben úszik az egész folyó. Tehát azért vannak itt dolgok, amik át tudják ütni azt az inger küszöböt, de ha nincsenek megfelelő háttere ennek biztosítva, tehát olyan, még egyszer mondom, szakértők, intézmények, csapat, marketing, aki ezeket el tudja végezni. És ezt mondjuk én nem értem, hogy miért nem tudta például a szövetség ezt megtanulni a Fidesztől. Ugye a Fidesznek egy egész birodalma van erre. Akár tetszik, akár nem. Mondjuk ezzel szenved a magyar ellenzék is, hogy nincsenek meg azok a komoly háttérintézmények. Van egy-kettő, amelyek olyan tudást, segítséget tudnak adni, hogy gyakorlatilag valamiféle game changer legyen az egész folyamatban. A Fidesznek van nem egy intézménye ilyesmi, politikaelemzők, ilyen-olyan intézetek, amelyek ezt ellátják. Miért nem tudta ezt például a szövetség, vagy az MKP 10x év alatt kiépíteni? Valószínűleg azért, mert jó van az úgy. Jó, ez a sok más megjegyzés lenne. Nyilván azért, mert akár ennek lehetnek valamiféle anyagi vonzatait, inkább saját erőforrásokra fordított, tehát a saját mondjuk úgy kampányait támogatta vele, viszont ez egy jövőbeli befektetés, amire mindenképp fontos lenne, hiszen Szlovákiában sincs amúgy a szlovák pártoknak ilyen hatalmas háttérintézmények, általában különböző marketing, reklámügynökségekkel foglalkoznak, egyedül a Smernek van valamiféle komolyabb belső csapata, amely így működik, tehát valamiféle tanácsadással, vagy politika stratégia alkotással, de olyan szint, ami például Magyarországon van, akár a Fidesznél, azért a régióban azért kevésnél fordul elő. Ez például egy jó eltanulható dolog lenne a szövetség részéről, amennyiben tényleg meg akarják ugorni a regionális politizálást, és nem pedig nem csak át akarják venni Magyarországba azokat a témákat, azokat az üzeneteket, mottókat, amik ugye a Fidesz mond valamiért, és azért mondja, mert pontosan tudják, mérik, hogy ez mit okoz a magyarországi társadalomban, abban a választói rétegben, amit ők mindenképpen meg akarnak szólítani, vagy befolyásolni. Tehát ezek azt gondolom olyan tényezők, még egyszer mondom, a párt kinyitása, és akkor ez azt gondolom egy nagyon negatívumként élhetik meg sokan, hiszen akkor megint akkor a szlovákok felé, megint akkor ilyen vegyes pártiság, de a számok azt mutatják, hogy ötször futottatok neki a falnak, ötször estetek vissza, akkor hatodszor után érdemes lenne megpróbálni, és akkor ugye ez is egy tapasztalat, magyar ellenzék, megint csak egy nagyon felszínes párhuzam, itt is azért párszor neki futottak, párszor megint lett kétharmad. Tehát valószínűleg egy kicsit másképp kéne csinálni, más üzeneteket kéne megfogalmazni, máshogy kéne összedolgozni, más
irányvonalat kéne venni, esetleg más szereplőket kellene bevonni, mert nem biztos, hogy ugyanazok, akik ott voltak x évekkel ezelőtt, x alkalmakkal ezelőtt, ugyanazt hoznák ki. Tehát hasonló problémákkal szenvednek, ilyen leegyszerűsítve, de azt gondolom azért szlovákiai-magyar szinten még mindig van esély, tudnak, működnek, van benne potenciális, igazából most lehet 4 olyan év, ha stabil lesz a kormány, és nem kell megint előrehozott választásokra készülni, amikor is akár a szlovák ellenzék, Fico ellenzéke összekaphatja magát, képes lehet egy valós alternatívát felépíteni, valószínűleg a PS élharcossága révén. Egyébként, hogyha a szövetségbe került volna, ők potenciális Fico... Hát ezt terjesztették egyes orgánumok, hogy hát valószínűleg... Koalíciós partner. Tehát ez most már egy ilyen kicsi... Tudományos, fantasztikum, igen. ...része, hogyha tényleg... akkor ugye megint mások lettek volna, mások nem kerülnek be, lehetett volna az a kis párt, amely esetleg 76 plusz ugye mandátumot biztosítja. Ilyen esetben badarság lett volna viszont elutasítani ezt a lehetőséget, mert hogy mondjuk egy négy pártiban még mindig jobb lett benne, mint egy hat pártiban, vagy egy négy pártiban úgy, hogy tehát a részese, mint például, hogy három pártiban, de úgy, hogy nem vagy részese, hanem egy ellenzéki szereplő vagy. Tehát nyilván sokféle variáció fennállt volna, de én azt gondolom, és akkor talán ez egy ilyen zárszó lehetne ebbe a témába, hogy a szövetségnek azért el kéne gondolkodni, hogy kicsit olyan pragmatikusabb szerepre kondicionálni a választói réteget, amit az RMDS csinál. Ez is egy követendő példa, az, hogy az RMDS mindig megpróbál kormányon lenni, független attól, hogy az a kormány egy jobboldali színezetű, egy baloldali színezetű, de tudják jó, hogy országosan tudnak olyan eredmények, országosan tudnak olyan befolyást elérni az erdélyi, a romániai magyar közösség számára, amit csak a parlamentből lehet. Szlovákiában ezt még egyelőre nem tudták megérteni, hogy ezt miért nem lehet. Én azt gondolom, hogy most ide lenne már ezen is gondolkodni, hogy ezt, amit Bugár Béla annak idején megpróbált, hogy akkor összeállt a Smerrel, viszont egy olyan éles váltás volt, amit nem vett be a szlovákiai magyarság gyomra, és gyakorlatilag ő fizetett rá, ha ezzel elkezdett kondicionálni, és akkor itt most segíthet a Fidesz, hogyha Fico tényleg komolyan gondolja, akkor most nem kezdi most csúnyán szóval rúdosni a magyarokat, valamilyen oknál fogva, ilyen-olyan ügyek eltusolása véget, hogy akkor jó lesz gumicsonnak, egy kis magyarozás, akkor ebben lehet keresni valója, viszont ehhez az kell, hogy pragmatikusan álljanak ők is a dolgokhoz, és legyen egy olyan stratégiájuk, vagy több stratégiájuk, amerre a párt el lehet vinni. Úgy már nem lehet, hogy csak továbbra is azért szavazatok ránk, mert mi magyarok vagyunk. Zárszóként két eldönhető kérdés. Összeállhat egy Fico-Orbán tenge, inkább igen, inkább nem? Abszolút van rá nagyon esély. És a másik pedig, hogy mennyire akarja Orbáni fazonra szabni, vagy mennyire szabhatja Orbáni fazonra a Szlovákiát Fico, inkább igen, vagy inkább nem? Én nem látom ennek esélyt ebben a koalíciós felhozatalban. Ha egy párti kormányban ezt nem tette meg, miért tenném meg koalícióban? Hangács Istvánnak nagyon szépen köszönöm ezt a remek beszagolt beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget. Eheti brüsszeli perceinkben az első témánk a szlovák választások. Természetesen hogyan reagált Brüsszel, az Európai Parlament szocialista frakciója. Üdvözlöm az adásban Arató László brüsszeli tudósítónkat. Szervusz, Laci! Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat! No, hát adott a kérdés, főleg annak tükrében, hogy ugye Robert Fico és a Smer mostanában elég jó viszonyban van a Fidesszel, szóval mi a helyzet, hogyan reagáltak a szlovák választási eredményekre? Igen, az már eleve történelmileg furcsa, hogy került a Smer az európai szocialisták kötelékeibe, de minden esetre formailag ott vannak, és még a Fico kormány idején, amikor a néppárt elkezdte támadni a Fico miatt a szocialistákat, akkor azonnal jött a válasz, hogy na de hát nálatok meg ott van Orbán Viktor. Na most, hogy Orbán Viktor már nincs ott, meg a Fidesz, viszont a Smer még mindig az Európai Szocialista Párt tagja. Azt mondta Stefan Löfven, volt svéd miniszterelnök, jelenleg ennek a formációnak az európai elnöke, hogy amennyiben
Ukrajna kapcsán a Smer nem igazodik a pártnak az álláspontjához, tehát ami ugye a többségi álláspont és Ukrajna támogatásáról szól, abban a pillanatban megindítják a kizárási folyamatot a Smerrel szemben, és hát nyilván akkor valószínűleg ki is fogják zárni. Ami nyilván a Fideszéhez hasonló ilyen sehova sem tartozunk helyzetet eredményezne a Smer párti LP képviselők számára. Nagyon nehéz lenne a jövőben, majd ugye az LP választások után, nyilván nem most erről a hátrébe pár hónapról szól lesz, hanem inkább a jövőről, nekik pozíciókat fogni, kapni, találni, és hát mondjuk kiesne az egyik, a második legnagyobb európai pártból a Smer, hát kérdés, hogy ez számít-e. Egyébként azt is mondják itt Brüsszelben elemzők, függetlenül a párthovatartozástól, hogy nem kell feltétlenül automatikusnak tekinteni azt, hogy Szlovákia szembe fog menni a jövőben az Ukrajna politikával, az uniós Ukrajna politikával. Nem kizárt, hogy fogják támogatni, de meg fogják kérni az árát. Tehát mármint a szlovákok. Arra készül mindenki, hogy még egy kemény tárgyaló partner lesz, akivel szemben azért, vagy aki felől nem automatikusan a vétót várják, mint ahogy mondjuk a magyar kormánnyal kapcsolatban ez így van, hanem talán vannak érveik, de mármint, hogy tudnak rájuk hatni, de az biztos, hogy ez sokba fog kerülni. Itt nyilván a többség, most nem beszélek itt, nem a hivatalos személyekről beszélek, akiknek semlegesnek kell maradniuk, és nem is mondhatnak nagyon mást, hanem mondjuk a közhangulatot, ha mondom, akkor abban bízott, hogy a most ellenzékbe került erők fognak nyerni, de hát ez nem így történt, úgyhogy mindenki készül a nagy vitákra. Mondjuk tegyük hozzá, hogy ugye a Smernek összesen 3 darab LP képviselője van a szlovákiai 14 összes LP képviselő közül, és hát ugye előzően már beszélgettünk Angács Istvánnal, hogy azért Fico egyelőre úgy néz ki, egyrészt sose voltak komoly unió ellenes kirohanásai, másrészt pedig ugye nem feltétlenül a külpolitikára fog nagyon ráfeküdni, inkább első körben a belpolitikára. Kicsit tovább megyünk. Hasonlóba bíznak egyébként itt is, hogy neki nagyon lesz a belpolitika. Plusz az, hogy korábban azért Fico elég rendesen támogatta az uniós politikákat a korábbi miniszterelnöksége idején, és hát kérdés, hogy ez most hogy fog alakulni. Ami még a szocialistákat illeti, ez egy védernyő, tehát azért az mindig jó jön európai szinten, hogyha egy nagy párt szükség esetén be tud védeni, hogyha van. Hát igen, ez nem mondható el rólunk. Egy másik téma, ezzel is sokat foglalkoztunk egyébként korábban, ugye a migráció kérdése. Most úgy tűnik, hogy gyakorlatilag már a finisébe érkezik az új migrációs törvénycsomag, ami ugye 10 részből áll, és hogyha ugye jól mondtad, ugye körülbelül 9 most már gyakadtak finisben van, hogy áll ez a migrációs csomag, mi várható még ebben, és milyen vitákkal számolnak Brüsszelben. Igen, ez az a terület, ami az Európai Uniónak talán a legnagyobb adóssága, tehát 2016 óta nem sikerült egy jogszabályt elfogadni, most aztán hirtelen elég közel kerültünk a végéhez. A terv az, hogy még ebben a jogalkotási ciklusban, tehát jövő év elején minden jogszabályt el fognak fogadni, és hatályba is fog lépni ez a jogszabály. Ennek az egész törvénycsomagnak a célja, vagy a működési elve azért szoros, szigorú határvédelmen alapul, és azon, hogy a beérkezőket már ott a határon őrizetbe fogják venni, addig, amíg ki nem derítik, hogy jogosultak-e, lesznek-e menekül státuszra. Ha igen, akkor tovább mehetnek, de még ott is lehet őket őrizetben tartani, ha nem, akkor pedig visszafordítják őket azonnal, tehát nem engedik ki őket az őrizetből. Ez azt jelenti, hogy a határokon befogadó állomásokat kell építeni. Na most ez a 10 jogszabályból álló csomagból 9 és félben már van tagállami közös álláspont, ami azt jelenti, hogy ha ez megvan, akkor a tagállamok ennek birtokában mennek az Európai Parlamenttel tárgyalni, ami egyébként
beláthatóbb dolog, mint a tagállamok egymás közötti megegyezése. A magyar kormány ellenzi ezt, a lengyelek is, az egész jogszabályi konstrukciót, viszont ez egy kétharmados döntést igénylő téma, tehát itt a magyaroknak nem lesz vétójoguk, ezt tudják a többiek is, és tulajdonképpen az elmúlt pár hónapokban nagyon fölgyorsult az egész folyamat, és úgy végigvitték lendületből a belügyminiszterek tanácsán ezt. Most az utolsó csomag, ez a krízis mechanizmusra vonatkozik, ami azt jelenti, hogy ha hirtelen sokan jelennek meg a külső határokon, akkor milyen intézkedéseket kell meghozni. Itt egy vitás pont van, az olaszok és a németek vitatkoznak azon, hogy milyen szerepük legyen a civil mentőhajóknak, az olaszok szerint semmilyen, a németek szerint pedig valamilyen. De ezt már nem a miniszterek fogják eldönteni, hanem ezt leradták most nagyköveti szintre. Tehát a nagykövetek várhatóan pár napon belül pontot tesznek ennek az egész ügynek a végére, és akkor ez simán mehet tovább. Ami még érdekes, hogy amikor a parlamenttel fog tárgyalni a tagállami delegáció, akkor a parlamentnek az az álláspontja, hogy szükség esetén, tehát amikor nagy beáramlás történik, akkor legyen kötelező áthelyezése a menedékkérőknek. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki, aki megérkezik, és tudják róla, hogy vissza fogják küldeni, mert olyan helyről jött, vagy olyan körülmények között van, ami biztos, hogy nem jogosítja fel a menekül státuszt. Tehát ugye a magyar kormány propaganda itt csúsztott óriásit, hogy ezeket a úgynevezett illegális bevándorlókat akarják betelepíteni Magyarországra. Nem, hanem akinek joga lesz, lehet majd a menekül státuszra, azokat vegyék át a tagállamok válsághelyzetben kötelező érvénnyel, folytassák le menekültügyi eljárást, és akkor akik egyébként is megkapnák a menekül státuszt, azokkal ne az olaszoknak meg a görögöknek kell bírbelődni, hanem a tagállamok ebbe segítsenek bele. Szóval ezt kéri az EP, hogy ez legyen kötelező, a tagállamok álláspontja az, hogy ne legyen kötelező, ebben nem látszik még, hogy mi lesz a megoldás, de minden fél azt szeretné, hogy maguk a tárgyalások még ebben az évben záruljanak le, és akkor ennek az egész históriának, legalábbis ennek a részének így a végére pontot lehetne tenni. És utána természetesen az lesz majd az érdekes, hogy ez a gyakorlatban hogy fog átmenni. Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a műsorban. Én is köszönöm a lehetőséget. Ez volt a Reptér 32. adása. Jövő héten kedden is érkezünk izgalmas külpolitikai témákkal. Ne felejtsenek el feliratkozni YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, illetve Instagramon. És természetesen vegyék heti lapunkat, a Magyar Hangot, valamint fizessenek elő Magyar Hang Plus online előfizetésünkre, hogy továbbra is tudjuk csinálni azt, amit eddig és most is csinálunk. Köszönettel, viszonthallásra, Balogh Roland voltam.